492 euró volt a minimálbér az Európai Unió tagországában, és közben, ha meg a fogyasztási árakat nézzük, akkor Magyarországon elérték a németországi fogyasztási árakat, a élelmiszer árak és a műszaki cikkek árai is. És joggal követelnék a magyar állampolgárok, hogyha elérjük azt a fajta fogyasztási árakat, ami egy nyugat-európai országot jellemez, akkor az átlagkeresetek és a minimálbér is érje ezt el. Lényegében nem tudott megfelelően választani Matolcsi úr, hogy mik azok a közeledő időpontok, amikor a magyar állampolgárok számíthatnának az euró bevezetésére. Elnök úr nem reagált arra sem, hogy a kamatemelési politikája az MNB-nek, hogy továbbra is így fog-e zajlani, mint ahogy az elmúlt években észrevettük. Én kritikaként megfogalmaztam az ülésen, hogy hiúsági kérdést csinál belőle elnök úr, ez a pletyka járja, hogy úgy teljen az elmúlt 6 éve, hogy nem emelt kamatot az MNB. Hát a mai ülés ma lesz az a monetáris tanácsnak ülése, mondta, hogy erről nem számolhat be, de hát látjuk, szerintünk úgy zárja le ezt a 6 éves ciklust, hogy ez nem fog megtörténni, pedig minden jel a saját alelnökén is arról beszélt, hogy sürgős lenne most már a kamatemelést megtennie a monetáris tanácsnak. Következő kérdésem arra irányult, hogy Matolcsi György vagyonnyilatkozata szerint 5 millió forintos fizetéssel rendelkezik, van egy mellékállása, ahonnan még több mint 700 ezer forintot vesz fel havonta, és közben minden hírek arról szólnak, hogy a magyar lakosságnak öngondoskodónak kell lennie, ezt a gazdasági folyamatokat a lakosságnak is kellene próbálni folytatnia, sőt, nyilatkozatok alapján, amit az MNB is tett, minden magyar háztartásnak 10-12 millió forintos megtakarítással rendelkezik. Hát azért vicces, hogy az egyik legjobban kereső állami vezető, mondom 5 millió forintos állami fizetéssel, a vagyonnyilatkozata szerint nem rendelkezik megtakarításokkal. Ő azt a választotta erre a kérdésre, hogy de adóssággal sem. Szóval megint cinikus választ kaptunk, hogy ha elvárják a magyar lakosságtól, meg ha kihozzák ezt a mutatót, hogy 10-12 millió forint egy átlag háztartásnak a megtakarítás, akkor hogyan fordulhat el, hogy a legjobban kereső állami vezetőknek meg semmilyen megtakarítása nincsen. Azt mondhatjuk, hogy talán máshol van eldugva ez a vagyon, és nem a vagyon nyilatkozatban mondik meg. Nem beszélt azokról a botrányokról sem elnök úr, ami a házi bankként emlegetett növekedési hitelbank körül zajlik évek óta. Itt beszélhetünk, a saját unokatestvére vezeti ezt a bankot, és az, amúgy tudjuk nagyon jól a hírekből és az információkból, hogy Matolcsi Ádám, Matolcsi György fia nagyon jól járt, mind a két fia ezzel a bankkal, mivel hogy lakásaikat és vállalkozásaikat ezek a bankok finanszírozták hitel kapcsán. És Matolcsi György arról sem beszélt, hogy az alapítvány, vagyis kérdést tettem fel, hogy az alapítványokon keresztül, amiket a Nemzeti Bank hozott létre, 267 milliárd forinttal rendelkeznek az alapítványok. Az egyik legsúlyosabb törvénykezdeményezés az volt, amikor arra tett kezdeményezést Matolcsi György, hogy elveszítsek közpénz jellegét ez a 267 milliárd forint. Beismerte, hogy hála a jó égnek sem az alkotmánybíróság, sem a köztársasági elnökség, a kúria sem tartotta ezt jónak, bár tett egy olyan megjegyzést elnök úr az ülésen, hogy hát pedig jó lett volna, hogyha elveszítik közpénz jellegét ezt a 267 milliárd forint, és civil szervezetekhez tud kerülni. Ezt jól látjuk az Orbán kormány politikájával, hogyan tud lopják el az új civil szervezeteken, akár mondhatom azt is, hogy a Matolcsi György vezette bankon keresztül hogyan viszik ki a közpénzt az alapítványokban, és nem vesz le arra sem adott választ elnök úr, hogy a 3000 forint magánnyugdíjpénztári megtakarítás, amit bevallott, hogy az államadósság csökkentésére használta a kormány, hogyan fordíthatott elő, mikor az akkori kormány megírja, hogy 3000 milliárd forintnak az elvétele, az utólag majd magánszámlán a magyar adófizetők, a magyar polgároknak a pénze meg fog jelenni. Ezt sajnos azóta sem látjuk, beismertek, hogy ezt a pénzt lényegében a magyar állampolgároktól ellopták. Látjuk
azt, hogy lényegében fontos kérdésekre nem adott választ Matolcsy György, és lényegében azt a politikát folytatják, amit az elmúlt 6 évben láttunk. Botrányokkal teljes időszakot könyvelhetünk el, és lényegében azt, amit a magyar emberek meg látnak, az meg a alacsony fizetések, a magyar adófizetőknek a fele minimálbéren van lejelentve, nem akarják emelni az átlagkeresetet olyan szintre, hogy az Európai Unióban elvárható lenne, és még egyetlen egyet engedjenek meg, ha a gazdaságpolitikánk rendben lenne. A Magyarországon a családpolitika rendben lenne, akkor nem azokat az adatokat látnánk, ami a mai napon is napvilágot látott, újra 90 ezer alá csökken az érveszületések száma Magyarországon, és újra drasztikusan megnőtt alá a halálozás szám. Én azt gondolom, hogy a magyar kormány és mellette az MNB gazdaságpolitikájáról a magyar családok mondanak véleményt, a magyar családok kimondták a véleményt, egyféleképpen vélekednek, egy boldogulásokban ajánlhatják ezt az országot. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és a kérdésekben témával kapcsolatban nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm. Heiter Dávid vagyok, az ECHO televíziótól. Más témában lenne kérdésem. Az MSZP EP listájáról jelen pillanatban mit lehet tudni? Lehetett olvasni különböző sajtóorgánumokban arról, hogy elég nagy a botrány az MSZP-n belül a lista kapcsán, és hogy az eredeti listát azóta már újra gondolták és meg is turcsolták. Én nem tudom, hogy miről beszél, én úgy tudom, hogy az ECHO televízió is részt vett a nyitott részén a kongresszusunkban, azóta nem történt semmi változás. Ismert az EP lista, semmiféle botrány nincsen, biztos többet tudni. Köszönöm szépen.